bírósági pert indítottak fúti civilek és egy civil egyesület a Pest vármegyei kormányhivatal ellen, mégpedig a fúti ipari parkba tervezett akkumulátoripari beruházások ügyében. A Hello Parks egyik ipari csarnokába két hasonló tevékenységet folytató cég költözne. A HTNS Hungary Kft. Akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó veszélyes anyagokat raktározna. A BID pedig akkumulátor összeszerelő üzemet létesítene. A fútiak már közmeghallgatáson és lakossági fórumon is tiltakoztak a veszélyes üzemek létesítése ellen. A katasztrófa védelemtől pedig azt szeretném megkérdezni, hogy azt mondták, hogy a fútiak, hogyha azt mondják, hogy nem szeretnék ezt a veszélyes raktározást, akkor ténylegesen megtagadhatják ezt a engedélyt. Önök tényleg komolyan gondolták, hogy meg is fogják tagadni? Mert akkor itt most minden rövidítsük, a itt lévő fótiak szeretnék vagy nem, 99% nem. Önök ezt mondták az elején, akkor legyenek szívesek lezárni az eljárást, nem engedélyezzük, fótiak nem akarják, viszontlátással. Köszönöm. 8 érintett lakos, és a Foton 2023 Kft. Pedig bíróságon is megtámadta a két cég környezetvédelmi engedélyét. Érveik között szerepel, hogy az üzemek nagyon közel lennének a településhez. Fótliget lakópark, illetve a város Sikátorpuszta nevű része alig 400 méterre lenne a tervezett üzemektől. A lakosok azzal is érvelnek, hogy a Hello Parks csarnokai eredendően könnyűipari raktározási céllal készültek. Ebben pedig az akkumulátorgyártás és a veszélyes anyagraktározás nem illik bele. Ráadásul a két cég úgy kért engedélyt, hogy nem nyilatkoztak az egymás tevékenységére való veszélyességük hatásairól és azok elhárításáról. Pedig bizonyíthatóan tudtak egymás tevékenységéről. A civilek első körben azért küzdenek, hogy egyáltalán joguk legyen a veszélyes üzemek környezetvédelmi engedélyének megtámadásához. A kormányhivatal ugyanis azt állapította meg, hogy ezeknek az üzemeknek a hatásterületébe a fúti lakóházak nem tartoznak bele. Ebben a végzésben az alperes elutasította a felperes kérelmét, mely arra irányult, hogy állapítsa meg ügyféli jogállását előzetes vizsgálati eljárásra irányuló környezetvédelmi eljárásban a FOT 5460/33 helyrajzi számú F1 logisztikai csarnoképületben tervezett akkumulátor összeszerelő üzem eljárásában. Az elutasítás indokául azt rögzítette az alperes a végzés indokolásában, hogy megállapította, hogy közvetlen érintettsége a felperesnek nincsen, kiemelte, hogy a Fót Sárkányfülig utca 2 szám alatti ingatlan hatásterületen kívül helyezkedik el. A fótiak viszont azt szeretnék elérni, hogy kimondja a bíróság. Lakóházaik az üzemek veszélyes hatásterületén belül vannak. És azt is szeretnék elérni, hogy a bíróság kötelezze a kormányhivatalt új eljárás lefolytatására.